mai napon málenka golyót fogok készíteni, annak is az egyszerűbb változatát mutatom meg nektek. Először is szükségünk van, hogy elkészítsük a karamellkrémet, hogy lássunk is hozzá. Egy lábosba öntök fél liter tejet, hozzáadok 15 dekagram cukrot, és egy mokkás kadár szódabikarbonát. Elkeverem, majd a tejet fel fogjuk forralni. A karamellkrém elkészítése viszonylag egyszerű, de időigényes. Körülbelül egy órára lesz szükség, mire besűrösödik a tej, és elkészül a szép barna karamellkrém. Közben gyakran kevergessétek, és igen előnyös, hogyha egy magas falú lábasban készítitek el, így kevesebb az esély arra, hogy kifusson a tej. Eltelt egy óra, szépen karamellizálódott a cukor, és besűrűsödött a tej is. A krémünket egy üvegtálba öntöm, és hagyom szobahőmérsékleten kihűlni. Szobahőmérsékletre hűlt a karamellkrémünk. Szép sűrű most már, úgyhogy hozzáláthatunk a golyók elkészítéséhez. A másik alap hozzávaló az a mézes kalács tészta. 30 dekagramra van szükségünk. Nyugodtan felhasználhatjátok esetleg a karácsony után megmaradt mézes kalácsokat is ehhez. Hogyha nincs, akkor pedig a videó alatti leírásban találjátok ennek a receptjét. Jó, ezeket én most apróra töröm, és egy darabológépbe helyezem. Az összetört, összedarabolt tésztához hozzáadjuk a karamellkrémet. Körülbelül a 90%-át, lehet, hogy majd még szükség lesz rá, hogyha túl száraz a masszánk. Hozzáadok 2 evőkanál mézet, 10 dekagram puha vajat, és 1 evőkanál rum aromát. Az egészet elkeverem. Elkészült a masszánk, úgyhogy most apró golyókat fogok formálni, és meghembergettem darált dióba.